Több évforduló is apropóját adta az ünneplésnek a Németházban, Dombováron. A németországi Kernen település és Dombovár közötti testvérvárosi kapcsolat idén 30 éves. Dombováron most tartják a Városhete rendezvénysorozatot. 52 évvel ezelőtt kapta meg ugyanis a városi címet a település. Ebből az alkalomból látogatott el Dombovára a német delegáció. 52 éves Dombovár városa, tehát születésnap van. Erre az alkalomra az önkormányzat meghívta a delegációt Kernen Imremsztából. Sajnos a polgármester és a testvérváros kapcsolatokért felelős kapcsolatreferens koronásak lettek, és így nem tudtak eljönni. 30 éve van az idén Kernenben a testvérváros kapcsolatnak. Aztán 25 évesek már bőven vagyunk, mert mi tavaly voltunk 25 évesek, illetve most az idén már 26, és a Kernenben is tavaly ünnepelték ők egy évvel előbb, most már 27 évesek. Aztán van én nekem, 1963-ban jártam először Németországba, és van én nekem ott egy barátnőm, annak 59 éve. Aztán 50 éve ismerjük a volt testvérváros kapcsolatok elnökét, Gerd Manusz urat. Ő a Best Henrik gerényesi lakos által keveredett ide közénk, és ő most a tiszteletbeli elnöke a Kinti Egyesületnek. Tehát nagyon sok oka volt ennek az ünnepségnek, és úgy gondoltam, hogy hát ha itt vannak, akkor ünnepeljünk együtt. Az elmúlt 3 évtized rengeteg élményt, örömteli pillanatot őriz. Rengeteg ilyen pillanat van, tényleg Magyarországon sokszor voltunk, Németországban nálunk nagyon sokszor voltam. Én nekem vannak, előhozom, 2007-ben volt a 10 éves, lehet, hogy nem, 15 éves találkozónk a várossal, 200 vendégünk volt innen Dombováról busszal, azt mind el kellett szállásolnunk, nagy ünnepséget csináltunk, az megmarad örök emlékezetben. Érdemes az ifjúságot bemutatni, és ez nekünk egy olyan apropó, hogy most az Ádámot bemutattuk, a Kintner Ádámot, a nagyszülők alapítók, a nagynéni, nagybácsi alapítók. Az első közös találkozás náluk az Ibolya völgybe volt, mikor itt köttetett a testvérváros kapcsolat, ezelőtt 31 évvel. Úgyhogy mindenképpen nagyon jó dolog ez, hogy őket így be tudtuk mutatni, és tudjuk azt mutatni, hogy vannak azért fiatalok is a csapatban. A találkozást kötetlen beszélgetéssel és tortával ünnepelték meg. A Dombovár Kernen baráti kör is jubileumi korban van. Tavaly ünnepelték az Egyesület fennállásának 25. évfordulóját.